Én is azt tudom elmondani, amit Gábor elmondott előttem ezzel is, hogy gratulálok, mert egy nagyon egy nagyszerűen játszó és küzdő Ferencvárossal találkoztunk ma, akik már érdemelték a győzelmet, sokkal pontosabbak voltak, mint mi. Nekem nagyon fáj az, hogy az első fél időben ezt a hátrányt nem tudtuk ledolgozni, és sajnos kicsit megpecsételtük a sorsunkat, mert második fél időben már egy elég nagy hátránnyal fordultunk, és sajnos ez csak növekedett. Ami pozitívum, hogy nincs vége a bajnokságnak, és van még esélyünk, illetve ennél talán már csak jobb arcunkat fogjuk tudni mutatni.